Nagy tisztelettel köszöntöm a Kapos Televízió minden kedves nézőjét a Kaposvári Városi Sportcsarnokból, ahol a Kaposvári KK, a férfi kosárlabda NB1 13. fordulójában a Naturtex STL Szedeák gárdáját látja vendégül. Már is az első akció, a kaposváriak vezethetik, és egy eladott labda. Kenneth Sims adta el, és Boltics, a vendégek irányítója, talál be. Gyorsan fussunk is át a két kezdőcsapaton, a már említett Boltics ötössel a vendégeknél, mellette ott van 11-essel Ivan Lilov, 9-essel Andrija Čirić, 8-essel Juhos Levente, 17-essel pedig Nenad Šulović a mieinknél. A megszokott kezdő ötös, Jaytorna Vissé 33-assal, 5-essel Javier Durán, 10-essel Malik Cook, 11-essel Hendrén Roland, 14-essel pedig Kenneth Sims, aki az eladott labda után most egy faltot harcol ki, úgyhogy dobhat kettő büntetőt. A három játékvezető pedig Török Róbert, Rácz Zsolt és Kulcsár Tibor, az előzetesen kiírta le ellentétben, hiszen Bencúr Tamás lett volna az első számú játékvezető, de ő megbetegedett, így helyette Török Róbert lépett előre első számú játékvezetővé, és Rácz Zsolt csatlakozott ma hozzájuk. Simsnek jó mindkét büntetője, ezzel 2-2. A szegediek egyébként 6 győzelemmel és 6 vereséggel állnak a bajnokságban. Šulović, Čirić kitartotta a labdát, de nem tudta bedobni a rutinos játékos, Vissé. Kuk, azt lehet vállalni egyből. Nem jó, de Handlein majdnem vissza tudta szedni a lepattanót, de végül a vendégeké Lilov. Nagyon ponterős játékos, a 11-es számú Ivan Lilov, bolgár válogatott bedobó, több mint 21 pontot átlagol. Čirić nagy passza, Šulović, bent van. 2-4. A Szeged egyébként az eddigi 12 bajnokiból 8-at játszott hazai pályán és 4-et idegenben, és eddig mind a 4 idegenben lejátszott mérkőzését elveszítette Nikola Lazić együttese. Durán, Lilov bele tudott ütni, de visszaszereztük a labdát, Vissé, és jó a közép távoli. Jaytorna Vissétől, ezzel 4-4. Mieink ugye a MAFC otthonában tudtak nyerni legutóbb, nagyon nagy csatában, a szegediek pedig szintén óriási csatában a címvédő szolnoki olajt verték meg hosszabbítást követően. Šulović, egy horogdobás, ez nagyon rövid, és Durán már meglódulhat, Vissé, végig lehet vinni Visszének, és újabb kosár, ezzel 6-4. Ugye a Szolnok legyőzését követően le is mondott Stojan Ivković, az olaj szakmai igazgatója, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy végül is edzőt buktatott a Szedeák. Lilov, ez pedig így marad a vendégeké. Idegenben az Zalaegerszeg ellen Pakson, a Vasas otthonában is Pécsett szenvedett vereséget a Szedeák. És érdekes, hogy a legnagyobb vereségük is mindössze 8 pontos volt, tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy agyonveri bárki is ezt a szegedi csapatot. Jó a sarokból, és jó a tripla. 7-6 ezzel a vendégeknek. Jó a Levente, kaposvári nevelésű játékos. Korábban az Alba együttesénél is játszott, nyert is bajnoki címet. Sims, ez tök azért távoli, tökéletes, 8-7. Boltics. Ez a kezdő ötöse a Szegednek, nagyon sok időt tölt a pályán. Šulović ott marad üresen is. És annyira meglepődött, hogy kiadja az ittszert. Ez pedig megint eladott labda, sajnos volt is ismét végigrobokat, és ezt is kiadja. Két zicsert hagynak ki most a vendégek, de aztán ismét kapkodunk is egy újabb eladott labda. Hát egyelőre elég nagy a fejetlenség mindkét oldalon, olykor-olykor. Kuk reklamál közben személyibát. Próbáltunk ugye gyorsan indulni most is, de ebből most eladott labda lett ezúttal is. Šulović, ez pedig szintén egy eladott labda lesz. Bolt is próbálja meggyőzni a játékvezetőket, hogy beleért valaki a labdába, de ezt nem így látták. Šulović egyébként távolról is
vállalkozik erőszeretettel, és egy nagyon jó passzoló centerről van szó. Közel 4 gólpasszos átlaga van, és látható is a magasságából, hogy nem klasszikus ötös center, hanem inkább egy jól passzoló, távol játszó magas ember. Megint egy eladott labda. Hihetetlen, hogy alig telt el 4 perc, és rengeteg labdát eladtunk, de hát szerencsére a szegediek is, hiszen ez most egy lépéshiba Juhasnál, úgyhogy ez is egy eladott labda. Elég idegesen kezdte át mindegyik csapat. A szegedieknek egyébként mind a mellett, hogy nyilván nagyon fontos lenne a győzelem önmagában is, azért is lehet kulcs ez a mai mérkőzés, hogy bejutnak-e a Magyar Kupa 8-as döntőjébe, ezt győzniük kellene most itt Kaposváron, bár nyilván nem ez az első számú cél. Ez egy nagy játék volt, és Sims pedig bezsákolja, visszé megint jól kezd. Utóbbi néhány mérkőzése most már stabilan hozza ezt a jó játékot. Csétorna visszé, jól bontja a védekezést, és legutóbb is például a Mavc otthonában pont erősen is játszott Lilov. Hát ő, ha nem lépünk ki rá, akkor be fogja ezeket dobni. 10-9. Visszé, most jön ki Duren az elzárásból. Duren, Sulovics állítja meg. Handlein, Jóas mellett egy horog, nem jó, de Handlein visszaszedés, ez igen bravúros mozdulat volt, ahogy vissza tudta dobni. 12-9, Nikola Lazic reklamál most, hogy Handlein lökéssel indult. Jóas mellett. Lilov, megint dállal egyből, és az sajnos 3 dobás lesz. Megkésett Javier Duren, és csak faltolni tudta Iván Lilovot. Lilova, ahogy már említettem, bolgár válogatott játékos. 82%-kal dobja a büntetőket, és az NB1-ben a legtöbb időt tölti a pályán, átlagban 38,4 percet. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy alig pihen mérkőzéseken. És ezúttal is bizonyítja, hogy jókezű játékos. Aztán a harmadikat kihagyja, Sims pedig leszedi a lepattanót. Vissza. Handlein, Juhossal, segít be Lilov, és ez pedig megint egy adott labda. Nagyon könnyen szórjuk el a labdákat. Lilov elugrasztja Durant, aztán a kiosztás Bolticsnak, és ő lépéssel indul már Lilovnál, és egy picit gyanús volt, de Bolticsé már egyértelműen lépéshiba volt. Van egy hiányzója a vendég együttesnek, méghozzá egy fontos láncszem a kispadról, Bán Tibor nincs ma itt a csapattal, ő ugye nem olyan rég érkezett Sopronból, igazolt át, és mi emlékezhetünk rá, hiszen annak elég nagyon fiatal játékos, rendkívül pont erősen szokott játszani, például ellenünk is. Kuk triplája rossz a sarokból, Bán a legutóbbi mérkőzésen is jól játszott a Szolnok ellen, úgyhogy most egy fontos ember a kispadról, és méghozzá, ahogy mondtam, nagyon szűk a rotáció Szegeden, így akár ez érzékenyen is érintheti a vendégegyüttest. Nem úgy, mint ez a Szulovics dupla, megint üresen maradt, és azóta nem is hibázott. A vendégek szerb játékosa, aki 2004 óta 15. csapatát találta meg a Szeged személyében, visszé. Sims óriási passz Handleinek, és 14-13 ezzel. Fej-fej mellett egyelőre a két csapat, és várhatóan ebben a mederben is zajlik majd a mérkőzés. Ahogy említettem, a Szeged nagyon szoros meccseket játszik. Általában 7-8 pont a különbség a mérkőzéseken. Csirics és Szulovics szedi a lepattanót. Lilov. Boltics. 4 másodperc már csak Lilov. Nagyon jó volt a védekezés, és faltot fújnak. Méghozzá a Durenre lökést. Már csak 3 másodperc volt a
támadó időt jelző órán. És sajnos, hogy hiába van mindössze kettő csapatfaltunk, mind a kettő Javier Duren neve mögött, így aztán őt most Baki Gergő váltja. De lejött Kúk is, helyette pedig Fodor a pályán. Juhos, tökéletes. 14-15. Vissé. Ez pedig Falt Bolticsnál. Tavaly egyébként mindkét mérkőzést a Szeged nyerte, oda-vissza meg tudtak minket verni. A hazai pályán elszenvedett vereség akkor edzőváltáshoz vezetett, hiszen Szrecsko Szekulovics lemondott. Sims próbálta zsákolni, és Csirics visszanyomja. Talán nem kellett volna már leütni a labdát Simsnek, hanem egyből a gyűrűre törni, az pedig személyébe Baki állította meg, hogy ne legyen könnyű dobás. Csirics megint bizonyítja, hogy hiába 36. esztendejében van már. Azért még mindig nagyon jó játékos. Ugye 10 évvel ezelőtt érkezett Magyarországra, volt is pedig be dobja az ittszert. Csirics is volt egyébként magyar bajnok 2008-ban még a Falkó együttesével. 3 pont Szeged előnye. Fodor. Hendleynek a sarokba. És kéne egy kicsit mozogni, mindenki áll egy helybe. Fodor. És ott a betörés, Fodor. A 17 a padról beszállva, idén is nagyon fontos szerepe van Fodor Mártonnak kispad vezéreként. Lilov, Fodor terült Erszulovics elzárását követően. Erszulovics Sims mellett, na nézzük mire megy, megpróbálta meglepni egy balhoroggal, de nagyon rosszul sikerült a dobás, visszé végigrobog. Hendleynek leteszi, és aztán kettő dobás. Lilov követte el a személyibát, az első faltja Lilovnak. Sims helyére érkezik Grebenár közben. 1 perc van még hátra a negyedből. Hendley dobhat 2 büntetőt. Pedig hazai pályán Palánkról nagyon jól dobja Hendlein a büntetőket, de most kimaradt az első. Második már a helyén, egyelőre rendkívül pontszegény első negyedet láthatunk, sok-sok hibával. Boltics. És bedobja, az bravúros dobás volt Bolticstól, pedig Hendlein és Grebenár is rá zuhant. Grebenár. Vissza. Nem volt pontos a passz, Fodor. Ez is lépés volt sajnos. Úgyhogy ez egy megint egy eladott labda. És elméletileg lesz időnk vissza támadni, de most az előnyének a növelésért támadhat a Szedeák. Szulovics, Boltics, Szulovics le a sarokba Csiricsnek, Hendlein talán még odaért időben, de Csirics visszaszedi a saját lepottanóját, és megpróbálkozik egy bravúros dobással. Nikola Lazisnak meg is van a véleménye erről a próbálkozásról. Még egy csere, még a hátralevő 13 másodperce, sőt 2. Papp Péter először a pályán, és visszajön Kúk is. Grebenár jön le. Vissza. Nézzük, hogy mire lesz elég ez a 13 másodperc. Fodor. Fodor betör, és egy óriási zicser. Lilov pedig egész pályára próbálkozik, de őt is megtréfálja, mint oly sokokat röplabda meccsen az alacsony belmagasság, így aztán 19-19-szer ér véget az első negyed, innen folytatjuk.
rendkívül kiélezett első negyedet követően folytatódik a játék. Juhos. Voltics, Culovics megint tök üresen és kúk! Óriási sapkát adott Culovicsnak. Voltics pedig faltolja Bakit. Volticsot kell figyelmeztetni, ne reklamáljon. Hát ez kegyetlen nagy blokk volt. Melik Kuktól, bár mondhatom, hogy megszokadtuk tőle, hiszen a MAFC otthonában például Poscsicsot takarta be kétszer. Egyszer hasonló helyzetben, amikor zsákolni próbált. Fodor. Baki. Csirics faltolja. Baki nagyon rutinos volt, elindult kiugró Csirics mellett. De Csiricsnek is csak az első személyi bálya. Egy alacsonyabb szerkezettel vagyunk a pályán, Hendlein játszik centert. Fodor, ez falt, ez is, és falttal együtt! Az igen, Fodor megint nagyon jól száll be, a meccsbe, triplájával most már vezetünk is. 22-19, dobhat még egyet, és nem mellékesen Lilovnak a második személyi bálya. Csirics kap közben pihenőt, és 13-assal Virta Ádám a pályán. 16 percet játszik átlagban. Minden mérkőzésen pályára kerül Virta Ádám. Ő is egy fontos tagja a kispadnak. Hátvéd poszton. Sajnos kimarad a büntető viszont. A junior mérkőzésen volt, amelyet a miénk megnyertek egyébként magabiztosan. Egészen borzasztó büntető mutatója a miénknek. Reméljük a nagy csapatra ez nem ragad át. Közben Culovics talál be, 22-21. Baki. Hendlein. Nagyon könnyedén tudott betörni, és nem volt besegítésem a palánk alatt. 24-21. Lilov. Culovics. És Hendlein mellett nyilván erőlködik. De most tényleg csak erőlködés volt. Az előbbit jól oldotta meg, most elrontotta. Fodor. Virt mellett indul el, és Virt csak faltolni tudja, hiszen már ott gyűrű közelében volt Fodor Márton. És ez 1 perc és 18 másodperc alatt, mert a negyedik szegedi csapatfalt volt, tehát megvan a bónusz. Fodor, ebbe a triplába is beleáll Fodor, ez nem jó. Voltics pedig a lepattanóval. Ő irányító létére jó lepattanózó is. Kicsit beletopogott ebbe. Culovics megint megpróbálja, nem passzolni próbál, de nem tudtuk összeszedni a labdát. Voltics, Juhos várná bent a labdát. Egy olyan jó 7-8 másodperce volt a gyűrű alatt. Culovics, az támadóiba volt szerintem, de Culovics elrontja. Kuk. Jön az elzárás Hendleintől, Fodor. Baki, 7 másodperc még a támadó időből, lassan meg kell nézni a gyűrűt. Kuk. El kell dobni a Kuknak, és bent van! Az bravúros dobás volt, egy hátradőlős tempó, 26-21. Juhos. Voltics harcolta ki a személybát, Papp Péter követte el, és Hendlein helyére érkezik Sims vissza. Durán pedig Fodor, Mártont váltja. Culovics is leült most, úgyhogy most Juhos a ötös centere vendégeknél. Voltics passzát éppen, hogy megmentik, de így már eladott labda a Durán. Gyönyörűen oldja meg Durán. Pedig érkezett Csirics, és ő ilyeneket azért leszokta szerelni néha, de szerencsére most nagyon technikásan oldotta meg Durán. Nikola Lazics pedig már jelezte, egy időt fog kérni. Juhos.
Ba, aki vérekezik rajta, az pedig személyiba. Végül is így mezőnyfalt, ez belefért. Második csapatfaltunk. És ahogy már jeleztem, 28-21-nél Nikola Lazic kér időt. Eddigi legnagyobb különbség alakult ki találkozón, úgyhogy jogos volt Nikola Lazic időkérése. Lilov. Virt megint. Nem tudta jól átvenni a labdát Boltic. Pap védekezik rajta, hogy gyönyörűen. Boltic ismét faltot reklamál. Duren. Durant. Durant tekeredett rá a labdára egy kicsit hosszabban, így aztán Cook 1-1-ben, és Jós szedi a lepattanót. Virt a sarokból, és Jós a túloldalon is leszedi a lepattanót, és aztán pedig faltoljuk. Jós átlagban egyébként közel 6 lepattanót szed. 12 pontja mellé. Kifejezetten jól játszik. Jóas Levente volt már 20 pont fölötti mérkőzése is. Például Mavce elleni győzelemkor 28 pontot dobott a szegedieknél. És a bemutatásnál külön tapsot kapott a kaposvári közönségtől Jóas. Lilov. Floater, ez nem jó, és Jóas próbálja visszaütni, de ez így marad megint a szegedieknél. Megint Jóas volt az, aki megharcolt ezért a labdáért. Lilov dobhatja be a labdát. 10 másodperc még a támadó időből. Jóas. Sims mellett, az nehéz lesz. De végül ki is hagyta a dobást Jóas. 15. percben járunk, 7 pont a KKK előnye. Jól. Baki. Pap. Kéri az elzárást. Sims-től Pap. Ó, de nagy passz volt. Azt a minden ide szép játék volt. Pap Péter szolgálta ki. Javier Durant, 30-21. Volt is, pedig falttal együtt. Most Bolt is volt az, aki használta a karjait, Turen pedig fogja a fejét. Ugyanis ő kapta a személybát, és ez bizony a harmadik faltja Javier Durennek. Papp és Cook jön le. Fekete Ádám reklamálja, hogy ez nem Durant faltolt egyébként. Első nagyon úgy tűnt, hogy Papra fújták a személyébát. És most Papp Péternek ez így második faltja lenne, de Durantnek a harmadik. És Fekete Ádám reklamál azon, hogy nem a jó emberre fújták a faltot, de ezzel nem fogják, ezt már nem fogják megváltoztatni a játékvezetők szerintem. És most Török Róbert meg is mutatta. Zsűri asztal neki az ötös faltolt. Egy dobás lesz minden esetre Bolticsnak. Ez a lényeg. A kosár jó volt. És bent van ez is. 30-24. Forrai Sámuel egyébként egykori játékvezető, az ellenőr.
Vissza, és azt meg kell adni, viszont meg is van. Így van, szóval felvette már a labdát. 32-24 Vissza. És Nikola Lazic reklamál a játékosainál, hogy miért nem időben faltoltak. Pirta Ádámnak a második személyébája, Vissza pedig dobhat még egyet. Hát is kimarad. Kár ezekért, a kiadott büntetőkért, Lilov. Juhos. Távolról is veszélyes Juhost, így ki kell rá lépni, Boltic. Čirić, hát ő is veszélyes távolról, be is dobja. Andrija Čirić. Még a szegedieknek a két fordulóval ezelőtti pécsi mérkőzését volt szerencsém látni élőben, hogy Čirić ihletett formában játszott, de végül vereséget szenvedett a Szedeák. Fodor, ott a válasz Fodortól. 35-27, Fodor megint, ahogy újra pályára lép, egy triplával jelentkezik. Čirić. Boltic indul be, Sims váltott ki rá. És Vissza nagyon szépen nyúl közbe, és ez pedig egy személyébe, ez most egy jó falt volt szegedi részről, megakadályoztak a gyors indítást. De jó volt most a védekezés, Sims jól terelte ki az irányítót, Vissza pedig hiába maradt ott a centerrel, jól avatkozott közbe. Juhos helyett jön vissza Šulović. Baki dobhat egyébként kettő büntetőt, hiszen, hogy már említettem, bónuszban van a Szeged. Milyenink egyébként a jövő héten Sopronba látogatnak majd, az a Sopron az, amely mai napon már pályára lépett és kikapott a MAFC otthonában. A szegediek pedig Körmendre látogatnak. Jó volt mindegyik büntető, úgyhogy 10 pont a különbség. Virt. Šulović Čiričnek nagy passz volt, de nem merte föltenni egyből. Handlein mellett Handlein, aztán pedig jól tornyusolt ott Čirić fölött, ez viszont most nem jó. Simszel tudja ütni a labdát. Boltic szedte össze, de Baki. Még oda tudott faltolni. Így legalább gyors indítás nem lett, de ez is ugye kettő büntető, hiszen a miénknek is megvan az öt személyi bája. Boltic dobhat tehát kettő büntetőt. Boltic tavaly Macedóniában kosárlabdázott. És a második is a helyén. Tizen belül ezzel a Szeged. 37-29. Vissza. Megint megnyílik az út visszémenet, és gyönyörűen oldja meg. Igazából néhány mérkőzéssel ezelőtt beszéltük többen is, hogy visszében igazából tudatosítani kellene, hogy lábbal bárkit meg tud verni. Azt hiszem az NB1-ben megint ezt bizonyította. Lilov pedig azt, hogy mennyire jó dobó. Ahogy kibújt az elzárásból, beverte a hármast. 39-32, 3 percen belül vagyunk. Nem fogja olcsón adni a bőrét a Szeged, hiába volt a 10 pontos előny, ez amúgy sem jelent semmit kosárlabdában. Virt újabb személyébája, és ezzel megint két büntetőhöz jutnak a miénk. Fodor dobhat. Majd Boltic próbálja nyugtatni Virt Ádámot. Fiatal játékosnak már a harmadik személyébája, úgyhogy azt hiszem le kell őt cserélnie Nikola Lazicnak, így van. Érkezik a helyére Vágvölgyi Ákos, aki a junior mérkőzést játszotta gyakorlatilag végig. De ugye Bán Tibor hiányában ezen a poszton kicsit variálnia kell a vendégeknek. Ugye Nikola Lazic a Szeged vezetőedzőjét, azt hiszem mindenki ismereti az NB1-ben, hiszen korábban játszott is Zalaegerszegen, illetve volt is a Zete edzője. Hosszú-hosszú évekig.
de volt a Szombathelynél is, illetve a másodedzője érdekes a Szegednek, az a Milenko Topics, aki egykor olimpiai ezüstérmes kosárlabdázó volt, illetve világ és Európa bajnok. Az pedig egy újabb Szulovics kosár. 41-34. Szulovicsnál reklamál közben Fekete Ádám támadóibát. Ugye előtte használta a karját. Van benne valami azért. Cook. 5 másodperc már csak el kell dobni a Cooknak. Ott a tempó, és ezt is bedobja. Cook addig tolatott be, amíg biztonságos közelségben nem került a gyűrűhöz. 43-34. Szulovics, az nagy passz, de Lilov elhagyja a labdát. Fodor. És most felállunk támadni. Ismét 10 fölé nőhet a különbség. Vissza Sims, ott a középtávoli Simsnek. Ez nem jó. Csiricsi a lepattanó. A sarokban Lilov. Szerencsére ezt most elrontja. És a baj, hogy egyből egy személyiba. Az elkövető pedig Jaytona Vissé volt, de öröm az ürömben, hogy csak az első személyibája volt ez az irányítónak. De két büntető jöhet szegedi részről, de csak Fekete Ádám időkérését követően. Ről folytatódik tehát a mérkőzés. 1 perc 26 másodperc van már csak hátra fél időig. Szulovics két büntetőjét nézhetjük. Elég érdekes dobása van Szulovicsnak, ezt már felkészüléskor is láthattuk. Az első büntetője nem jó. A felkészüléskor egyébként kétszer is találkozott egymással a Szeged és a KKK, ugye az orosz László emlék torna elődöntőjén, illetve Pécsett az ottani kupa szintén elődöntőjében, akkor a mindkétszer a miénk tudtak nyerni, de azóta mindkét együttesben azért voltak változások. Úgyhogy nem különösebben mérvadó az a két találkozó, azt hiszem, és egy újabb személyiba. Méghozzá Vágvölgyi. Az elkövető. Úgyhogy ez megint kettő büntető. Nagyon sokat áll a játéke miatt, hiszen régóta bónuszban van mindegyik együttes, a szegediek már ugye a második perc óta, és ugye sok büntető miatt áll a játék. Nikola Lazic reklamálta azt, hogy a túloldalon is fújják be az ilyeneket. Fodornak pedig mindegyik büntetője a helyén, 45-35. Boltics. Szulovics egy 2-2, és meg is oldják ezt. Egyszerű, de tökéletes támadás volt. 45-37. Vissza. Cook. Fodor. Henlein a tripla vonal mögül, és bent a tripla Henleintől. 48-37. Hát be tudja dobni Henlein a hármast, azt tudjuk. Tavalyi szezon óta azt hiszem, hogy újra sokkal többet vállal a vonal mögül, mint tette ezt korábban. Csirics, Lilov, még van 5 másodperc. Lilov megveri Handlein-t, leosztás Vágvölgyinek, de még passzol, pedig lejárt már a támadó időközben. Kulcsár játékvezető figyelmezteti Lilovot, hogy legközelebb technikai hibát ad, hogyha színészkedik. 48-37-nél 17 másodperc van hátra, és Fekete Ádám kér időt. Na nézzük, hogy ez a 17 másodperc mire lesz elég. Nyilván az utolsó másodpercekig fogunk játszani. 11 pont a különbség,
Csakár meg lehet az 50 dobott pont. Visszé. Hát, majdnem elhagyja a labdát. Visszé. Az nem jó, Csiricsi a lepattanó, de már nincs idő visszatámadni. Így aztán nem született most már kosár, de második negyedben a mieink 11 ponttal jobbnak bizonyultak, így aztán 48-37-ről folytatódik a második félidővel majd a találkozó. Ja, 48-37-es állásról folytatódik, tehát a kaposvári KK Naturtex STL Szedeák összecsapás. A vendégeknél a kezdőötös, a pályán, a mieinknél pedig egy változás kezdőötöshöz képest. Javier Duren helyett Fodor Márton, aki az első fél időben a mezőny legjobbja volt és legeredményesebbje, 14 pontot szerzett, mindössze 10 perc játék alatt. Sims. Fodor. Itt az újabb zicser és ott az újabb kosár Fodortól. 16. pontja Fodor Mártonnak már. A statisztikára nézve egy dologban van hatalmas különbség. A mieink 62%-kal dobtak az első fél időben, a vendégek pedig mindössze 41-jel, ami önmagában azért annyira nem is tragikus, ez a 41%. De a 61 pedig extra, és így azért ez nagy különbség. És egy újabb eladott labda. Az eladott labdák egyébként végül nem lett olyan nagy szám, 6-8 az arány. Az első néhány percben rengeteg volt mindkét oldalon, utána azért jobban figyeltek a játékosok. Cook. 4 pontot dobott az első fél időben Malik Cook, és jól védekeztek rajta, Visszének pedig el kellett dobnia ezt, de beleért Lilov, Szulovics. Nem tudott zicsert föltenni ott már Szulovics. És Cookkal maradott, Simstől. Kicsit késő volt a besegítés, de jó, se elrontja. Visszé. Sims, megkettőzik Kenneth Sims-t. Endline. Tovább Fodornak, Fodor megint beindul, és ezt most elrontja, de Lilov meglökte. Így aztán kettőt dobhat Fodor Márton. Az első fél időben 5-ből 4 büntetőt dobott, és bizony Ivan Lilovnak ez a negyedik személyi bája. Ez pedig azt hiszem, hogy akár döntő is lehet. A vendégek legjobb dobója, Ivan Lilov. Legalábbis átlagban, mert a mai napon eddig Boltics és Szulovics volt a legpont erősebb, de Lilov is hetet dobott az első fél időben, de a negyedik hibája. És az azért is veszélyes, mert ugye nagyon pont erős játékos, ahogy már említettem, másrészt pedig szűk a vendégek rotációja. Nem is cseréli le egyelőre Nikola Lazizsilovot, aki egyből most igyekezett válaszolni, de nem volt jó a dobása, így aztán és nem adják neki a kosarat. Oldalról jöhetünk majd. Egyelőre 4-0 a második félidő. És itt az első néhány percet meg tudnánk nyomni, akkor magabiztos erőnyt is szerezhetnénk. Sajnos Visszé most egy rosszat vállal. És Sims pedig már nem tudta visszahúzni a labdát. Ugye ez az eddigi legnagyobb különbség, ez a 15 pont. Boltics. Szulovics megint Cookkal maradott. Előbb az alapvonal felé fordult megint, de ezt most föl tudja tenni, és be is dobja. Szulovics a 13. pontja a vendégek centerének. Az első szegedi pont, 2,5 percet követően Fodor most eladja a labdát. Visszé pedig visszaszerzi, hiszen Fodor belenyúlt Cook, az pedig 3 dobás lett volna nálam. Szerintem Csirics megütötte a kezét, tehát legalábbis innen pont úgy látszott, hogy megütötte. Az nagyobb baj viszont, hogy Malik Cook marad lent. Fejét üthette be talán. Érkezik is már a segítség. Hát reméljük nem nagy a baj. Juhas mutatta, hogy nem kell jönni segíteni, de mégiscsak érkezik a segítség.
Nem tudom miért Malik Kúkot mondtam, de Fodor Márton az, aki lemaradt természetesen. Valószínűleg beütötte a fejét, és azt nézik, hogy nincs-e esetleg agyrázkódás a Fodornak, de hát ezt mindenképp le kell cserélni most Fodor Mártont. Nagyot esett, megütötte a fejét. Jött a pályára Javier Duran. Boltic. Csirić visszalép, de beadja inkább Szulovićnak, aki visszével maradott, de így is kosarat dobnak a vendégek, egy passzból. Most láthattuk, hogy Szulović jól lát a pályán. 52-41. Közeledik a Szeged. Visszaállt most a fél idei különbség. Kuk. Megint egy eladott labda. És megint indulhatnak a vendégek. Lilov. Zsákol. Azt hiszem, hogy nem meglepő, hogy hiába volt 15 pont a különbség. Most 6 szegedi után. Időt kér Fekete Ádám. Nézzük, hogy az időkérés milyen hatással lesz a miénk játékára. Egyik csapatnál sem volt csere közben. Vissza Simsnek. Oj, de nagy zsákolás emberről. Sims, 52-43. Azt hiszem, hogy ilyen támadást képzel el az edző időkérést követően. Boltic. Szulović. Kicsit lépés gyanús volt ott a forgolódás, de végül jól sarkazott Szulović, de a dobást elrontotta. Sims eldobja megint a középtávolit, de ezúttal is rövid. Az elején bedobott egy ilyet Kenneth Sims, utána most azóta kettő ilyet elrontott Szulović. Végül megmenti a labdát, Boltic ott pedig faltolja vissza, és szerintem oldalról jöhet a Szeged. Szulović. Csak ijeszget. Dovolcsel meg volt. Ott az 1-1 Simszel. Jósnak pedig nem jó a passz. És Duran ellopja. Azért most látszott, hogy jóval gyorsabb és fiatalabb Duran. Csiricsnél. El tudta halászni a labdát Lilov. Közben már a túloldalon támadja a gyűrűt Csirić. De Csirić bizony ezeket kegyetlenül bevágja, akár mennyi idős is Andrija Čirić. 56-46. Mi 2014 óta játszik már Szegeden Čirić. Sims. Szulović megpróbált kilépni mögüle, de nem tudta becsapni Simst. És végül faltolta. Az első személyi bálya csak Szulovićnak. Sims. Vissza. Beleáll a triplába Vissza. Nagyon rövid volt. Eltelt a harmadik negyed fele is közben. Szulović. Boltic. Juhos, azt el fogja dobni Juhos. Be is dobja Juhos, és 10-en belül a Szeged, sőt 7 pont a különbség. Juhosnak a 8. pontja. És a második triplája. 2-ből 2 dobott Juhos Levente. Sims. Távol a gyűrűtől Sims. 8 másodperc, valamit kellene kezdeni vele, hát nem segített senki Kenneth Simsnek. Szulović. Čirić. Aj, azt most nagyon megköszönhetjük, pedig ez most lendületben volt a Szeged, és Čirić ezt el is vállalhatta volna. Már épp akartam mondani, ha ez most bemegy, akkor veszélyes közelségbe jöhet a Szeged, de szerencsére passzolt Čirić. Valószínűleg Szulović sem erre számított. Kettős csere a mieinknél.
Sims és Cook is lejött, érkezik Baki és Grebenár. Kell a frissítés a mieinknél, most egy kicsit megakadt a gépezet. Fodor sérülése után Vissé, Baki segíti ki. 10 másodperc. Baki. Most akadályozta ketten is. Grebenár jókor segített. És Fodor visszajön. Visszét váltja. Szerencsére úgy tűnik, hogy nincs komoly probléma Fodor Mártonnal. Ugye most Fodor, Duren, Baki, Handlein és Grebenár a pályán. Grebenár nem jó, Handlein viszont érkezik. Újabb támadó lepattanó Handleintől, 58-49. Jóos. Koltics. Ez falt Fodornál. Csak a második csapat falt. Itt faltok terén nem állunk rosszul. Koltics. A vendégeknél 3 személyével, Ilov 4-jel. Nálunk ugye Durennek és Bakinak van 3, ha jól látom. Jóas, egy táblás kosár, 58-51, Jóas 10 pont neve mögött. Fodor. Handlein. Jóas mögött, ahogy de nagy kosár ez is. Handlein talál be, egy hátradőlős dobás. Handlein 14 pontnál. Boltics. De Szeged továbbra is a kezdő ötösével a pályán. Ahogy már említettem, ez az ötös gyakorlatilag végigjátsza a mérkőzéseket. Lilov. 4 falttal Lilov, ugye, ahogy mondtam már, Duren mellett próbálkozik, és be is dobja egy balkezes center kosár, 60-53. Handlein. Fodor. Duren, azt megadják, ha bemegy, már pedig bemegy. 62-53 ezzel. És Bolticsnak is a negyedik személyi bája. Nagyon jól csinálta Duren, hiszen ahogy kapta, már azzal a lendülettel indult is. És ezzel megvolt a helyzeti előnye, jó a büntető is, 63-53. 10 pontos határon most a különbség. Csirics. Szulovics. Boltics. Lerázza magáról Fodor Márton, Szulovics, ez jó passz Juhosnak, ott a harmadik tripla kísérlet, ez most nem jó. Grevenár eszedi a lepattanót. Duren beleáll a triplába, nem jó, és Grebenár nem tudja most összeszedni. Nikola Lazic mutatta, hogy időt fog kérni, de kimaradt az hármas, úgyhogy jelezte is azonnal, hogy akkor nincs időkérés. Koltics. Grebenár állítja meg, ez most okos falt volt. Harmadik mezőny faltunk, Grebenárnak az első személyi bája. Boltics és Lilov beszéli meg, hogy talán, hogy melyik akció következzen most. Lilov. Szulovics itt hármas vonal mögül, el is dobja, mondom én, de csak dobócsá volt, Grebenár nem ugrott el rá. Csirics, úgy de nagyot esik itt Csirics, és Grebenárnak megint a térde. Összetérdeltek Csiriccsel. Beugrott oda tulajdonképpen Csirics. Ebből egy személyébb a Grebenárnál, de reméljük, hogy nincs belőle sérülés, viszont tudjuk, hogy nagyon sérülékeny Grebenár Péter. De szerencsére úgy tűnik, hogy csak fájdalmas volt ez a falt. Így viszont most már 2 dobhat Csirics.
másfél perc van még hátra a harmadik negyedből. Ismét 10-en belül a Szedeá. És a második is a helyén, 63-55. Fodor. 10 másodperc még a támadóidőből Endlein. Baki. Elvállalja a triplát, Baki, nem jó. Juhas pedig leszedi a lepattanót. Közben Wirt érkezett a pályára Lilov helyére, nyilván most azért lehozta Nikola Lazic. Csirics, és megint egy falt, és megint Grebenár harmadik faltja. Talán másfél perc alatt szedett össze három személybe át Grebenár. Kettő dobhat megint Csirics, úgyhogy megint közelebb jöhet a vendégegyüttes. Egy 52-37-nél volt a legnagyobb különbség, 15 pont. A Csirics pedig úgy nagyon úgy tűnik, hogy nem teszi meg ezt a szívességet, hogy roncson a vonal mögül. Is bedobja Zsinórban, 4 büntetőjével, 63-57, már is csak 6 pont a különbség. Mondtam előbb, hogy 10 pont környékén van a különbség percek óta. Hát most már látó távolságon bőven belül a Szedeá. Fodor. Szulovicsal szemben. Simsnek próbáljuk bejátszani. Dobócsel Simstől, és nem tudja bedobni Sims, Csirics pedig megpróbált egy faltot kiharcolni, hát ezt most nem ették meg a játékvezetők. Tehát megint a Szedeák támadhat, és jöhetnek ismét közelebb. Boltics, nagyon elrontjuk itt a negyed végét. Boltics, ott az Itzer be is dobja. 63-59, 4 másodperc még, Fodor eldobja távolról, Fodor, ez pedig már nem jó. Hát hiába volt 15 pont is közte, visszajött a Szedeák, csupán 4 a különbség, innen folytatjuk az záró negyeddel. Négy pontos különbségről indul az utolsó negyed, hát gyakorlatilag teljesen nyílt a mérkőzés, nyugodtan mondhatjuk. Szulovics. De azt hiszem, hogy ez várható is volt. A 15 pontnál sem lehetett azt gondolni, hogy ez a meccs eldőlt. Egyrészt nagyon sok idő volt hátra, meg amit már többször is mondtam. Ugye ez a Szedeák egy nagyon masszív csapat. Kettő pont ezzel a különbség mindössze. Visszé. Visszatért a pályára, 3 másodperc már csak Visszé. Megint elrontjuk, és akár átveti a vezetést a Szeged. Szulovics, Juhas ment Zitzerben. Sims megállította Szulovicsot. Simsnek az első személyhibája. Szulovics, Boltics, és újabb falt. Ez most Visszé követte el, ez most nekünk volt jó, azt mondhatom, mert ebből egy könnyű zicser lett volna Visszének a harmadik személyhibája. Boltics, Szulovics, megint a dobócsel, Juhas, középtávoli palánkra bedobja, 63-63, egál. Most jön meg a közönség hangja is. Kell is a segítség a csapatnak. Visszé. Személyiba. Innen lehetett hallani a csattanást. Csirics az elkövető. És hiába van 4 faltja Boltisnak és Lilovnak is. Egyelőre ezzel nagyon jól gazdálkodik a Szedeák.
hiszen Lilov tulajdonképpen végigjátszott a harmadik negyedet is négy személyébával. Visszé. Megint egy pontatlan átadás. És Fodornak kell megállítani az indítást, így viszont másfél perc után már három személyébával áll a KKK. Ami az záró negyedben nem túl jó men. De hát nyilván nem akarunk könnyű leindításból kosarat kapni. Boltics. Fodor lerázta magáról, Juhos sarokból. Szerencsére ez sem jó most, Visszé. Handleinnek, és zsákol Handlein. Nem adta meg az esélyt a blokknak, Csiricsről. Érkezett már szerb játékos. 65-63, ez most ilyen kosár kell ilyenkor. Tűzbe hozni a közönséget is, Boltics és a csapatot is. Jós, az nagyon szép kosár. Boltics a kiszolgáló, Jós pedig eredményes. 65-65. Visszé. Elindul befelé Visszé, és nem jó a dobás. De ez viszont így a miénk lesz. Visszé bravúrosan még rá tudta ütni Juhosra a labdát. 7,5 perc hátra levő idő. Fodor. 10 másodperc a támadó időből Visszé. Sims. Meg kéne, föl kéne tenni a Simsnek, hát persze. Kisebb emberrel maradt ott. Filipovics Gordán is ezt kiabálja be neki, hogy támadja a gyűrűt. Mindig passzolni próbált az utóbbi percekben. Palán közelében Sims, Csirics. Szulovics. Csirics kapja vissza és emelés a triplát. Csirics be is dobja. És ezzel vezet a Szeged. 67-68. Visszé. Szulovics tudott belenyúlni, Fodor nem jó. Boltics. Kérdés az is, hogy melyik csapat fárad jobban. Ugye végjátékhoz közeledve. Az pedig így nem jó. Csirics a lehető legrosszabb lehet, ha bemegy a tripla, már pedig bemegy. Inkább persze utólag okosak lehetünk. Kimaradt, kiment volna a labda. 67-71, 4 pont a Szeged előnye. Csirisnél ez bármikor benne van, elkapja a fonalat, akkor nagyon nehéz vele mit csinálni. Sims, meg kéne ezeket oldani a Simsnek. De nem nagyon sikerül neki, most szerencsére marad nálunk a labda. Le is jön most Kenny Sims, érkezik a helyére Baki. Túloldalon pedig visszajön Lilov, hiszen Csirics nagyon-nagyon elfáradt. Alig tudott lejönni most már. Baki. De nyilván csak pár percet fog pihenni Csirics, így is. Vissza és lejárt a támadóidő, nem figyelt erre a csapat. És faltot reklamálunk. Talán van is benne valami, hogy lerántották Visszé kezét, de az biztos, hogy arra viszont nem figyeltünk, hogy lejár a támadó idő. Még rengeteg idő van hátra, majdnem 6 perc. De nagyon oda kell figyelni most. Virt, Szulovics, Boltics. Virt eldobja a hármast, Virt bedobja. 3 triplát dob zsinórban a Szeged, és 7 ponttal vezetnek. Baki, személyébe Szulovics. Hát nagyon nagyot kellene változnia most a játéknak, mert lendületben a Szeged. Miénknek pedig nem is azt mondom, hogy rossz dobóforma van, mert gyakorlatilag nem jutunk el dobásokig. Visszé. Az is rossz passz Visszének.
Szulovics hozzá át a labdát. Boltic pedig bemegy és dob egy zicsert. 67-76, 9 ponttal vezet a Szeged, úgy, hogy a harmadik negyed közepén 15 pontos hátrányban voltak. Fekete Ádám kér időt. Azt kell mondanom, hogy bár még 5 perc hátra van, de innen már azt lehet mondani, hogy bravúr lenne, ha sikerülne fordítani. Fodor, ez az ittszer most már kimarad. 9 ponttal vezet a Szeged, és nem tudunk igazából kosara dobni. 5 perc alatt 4 pont a KKK neve mögött. Úgyhogy kaptunk 17-et, 4-17. És megint megetetnek minket a vendégek, Boltic találatával, 11 pont a különbség. Hát kezd elúszni a hajó, úgyhogy nagyon gyorsan kellene változtatni valamit. Fodor. Endlein, Cook, nem dobja el, Sivos faltól. Csak a harmadik csapat falt vendég oldalon. Még egy belefér nekik, de több. 4 perc, 15 másodperc a hátralévő idő. Újabb csere nálunk, Fodor helyére érkezik vissza Visszé. A vendégeknél Virt van a pályán a kezdőtöshöz képest, nálunk pedig Baki. Csirics és Szimszül a padon. Visszé, 8 másodperc megint már csak a támadó időből. 5 másodperc, megint nincs igazán dobóhelyzet, Handlein nagyon nehéz dobás, de szerencsére Handlein agresszívan tört be, Jóas pedig csak faltolni tudta. 2 dobhat Handlein. Mondanom sem kell, hogy nagyon-nagyon kell mindkét pont. Bent van az első, 68-78. És jó, a második is. És furcsa ezt mondani, de 10 pontra, 10 ponton belülre jövünk vissza. Virt. Boltic, nyilván az idővel is játszik a Szeged. Még egy személyiba, még ez nálunk fért bele. Kuk. Faltja. Második személyibája, Malik Kuknak. Nekünk is megvan, tehát a negyedik csapatfalt. Innentől fogva sok-sok büntetőre lehet számítani. Boltic az utolsó pillanatban tudta bedobni a labdát. Visszével próbál egyegyezni, az támadóiba Durant ugrott oda, Virt pedig belement, negyedik faltja Virt Ádámnak. 3,5 perc még a hátralevő idő, lehet megint közelebb jönni egy kicsit. Visszé, 10 másodperc, Visszé nagyon rátekeredett a labdára megint. Virt pedig meg tudta szerezni Boltic a személyébe. 2 dobás, ez most a lehető legrosszabb volt megint. Hát ahogy mondtam itt az elején a mérkőzésen, hogy Visszé mennyire jól játszik, és már mérkőzések óta második fél időben annyira gyenge teljesítmény nyújtott ő is, de hát nem csak ő természetesen. Arra nem nagyon lehet számítani, sok büntetőt fognak kiadni a vendégek.
Boltics is 75%-kal büntetőzik, Csirics 90-nel, Lilovics 80 fölött. Jó, hogy mondtam, mert Boltics kiadja a másodikat, de hát 10 pont így is közte. Visszé. Cook, eldobja a triplát, Cook, kidobja a gyűrű, de Durant leszedi. De már csak 3 perc a hátralevédő. Durant elindul Virt mellett, az nehéz dobás, de bedobja, 71-79. Kettő perc, 52 másodperc a hátralevédő, Boltics. 8 pont a különbség. Szulovics, Lilov, Baki védekezik vele szemben. 5 másodperc még, Handlein, és kell figyelni, mert Lilov dobni fog. Nem jó. És Lilovhoz kerül vissza a labda, hihetetlen. Hát azt hiszem, hogy ez volt a döntő momentum most. 71-81. Durant. Cook kérné, de Durant nem adja oda a labdát, beindul, és kiadja az ittszert. Hát az utolsó jó néhány perc az egy igazi egyegyezés lett néhány játékostól. 2 percen belül 10-zel vezet a Szeged, azt hiszem, hogy innen már a vendégek is kellenének ahhoz, hogy ez a meccs elusszon. Ráadásul Virt a sarokban tök üresen. Nem jó, Durant szedi a lepattanót. Durant megint egyedül berohan 2 ember közé. Nem tudom, mi volt igazán a terv Durantnek, de még akár jó is lehet, hogy dob 2 büntetőt, de talán itt már egy távoli dobás kellett volna inkább, és a tripla vonal mögül többen is üresen álltak. 2 dobhat majd Javier Durant. Ugye mondom, hogy a Magyar Kupa a legjobb 8 között ott van a KKK, de hát bocsánat ezért, de nem túlságosan tartom én azt a legfontosabbnak, hogy ott legyen a csapat, már pedig ott van, ez persze öröm, de végelszámolásnál ez az esetleges mai vereség sokat számíthat. Ez viszont azt jelenti, hogy még dobhat újra egyet Durant, mert beléptek a vendégek. Érdekes, mert az alaponánál álló Kulcsár játékvezető először személyhibát ítélt, de nem tudom kire, az már nem derült ki. Ezt is kiadja Durant, aztán ő lép be. Sims is visszatér még, leül Jaytorna visszé. Lilov. Hát úgy tűnik, hogy ismétlődik a tavalyi szezonban látott eredmény, hiszen akkor tudott nyerni a Szegedi együttes Kaposváron. Boltics pedig okosan játszik az idővel, aztán utána visszacsap Fodornak. A személyébe a Fodornál. Ezért a délszláv virtus megvan a vendégekben, ezt nyugodtan mondhatjuk. De hát ez is kell a sikerhez, már pedig most nagyon úgy tűnik, hogy a Szeged ezt megnyeri, ezt a mérkőzést. Bolt is dobhat 2 büntetőt, 9 pontos különbségnél, és 84 másodperc van hátra. Papp Péter jön be. Javier Durant váltja. Hát jövő héten Sopronban sem lesz könnyebb mérkőzés. Pláne úgy, hogy a Sopron kikapott most a MAFC otthonában, úgyhogy nyilván ott is új edző van, ugye. Hazai pályán már nem nagyon szeretne újra rontani a soproni alakulat. Persze semmi nincs veszve, azt azért tegyük hozzá. A szezon alapszakasz derekánál járunk most. Bolticsejére jön Vágvölgy, és Boltics, és
Lilov végigjátszott a mérkőzés második felét négy személyébával, Fodor. Leáll a triplába, Fodor az nagyon rövid, de marad nálunk a labda. 1 perc 16 másodperc, újabb csere, 11 pontnál, de nem csere, hanem Fekete Ádám kikéri még utolsó harmadik idejét. Egy perc, 16 másodperc van még hátra a meccsből. Nyilván megpróbálunk gyors kosarat szerezni. Helyett eladjuk a labdát, majdnem. Handlein. Ugye lehulló tripla, Cook. Közeli kettes, 74-83. Cserélnek a vendégek. Voltics jön vissza megint. Vágböldi ennyit töltött a pályán most. Ugye nyilván Volticsra játszanak, passzolnak a vendégek. Fodor faltolja gyorsan. Fodornak a negyedik személyébája. Hát abba reménykedünk, hogy rontanak a vonal mögül a vendégek, de hát ez még önmagában az sem lenne elég. Ugye három tripla a különbség, úgy, hogy vendégek támadhatnak most is, vagy hát dobhatnak két büntetőt. A Szeged megnyeri ezt a meccset, akkor a hetedik győzelmét aratja, és hát most én nem kalkulálok nagyon, de valószínűleg meg lesz nekik a Magyar Kupa 8. Ilyenink pedig ötödik vereségüket szenvedhetik el. Boltics minden esetre kihagyta az első büntetőt. Aztán a második bedöcög. 74-84. 1 perc, 7 másodperc. Talán a labda is visszakerül lassan. Pap. Végig robog, Szulovics pedig faltol. Ezt valószínűleg azért ütötte be, hogy ne legyen ugye egyrészt zicser, meg hát ne tudjunk esetleg triplára kijátszani. Szulovics ötödik személyhibája volt. Hát ő hosszú ideig nem volt veszélyben, de végül ő pontozódik ki. Egyelőre egyedül a mérkőzésen. Pap dobhat kettő büntetőt. Tehát az első 75-84. Ugye fél időben 11 ponttal vezettünk, második fél időben pedig 11-jel már vezetett a Szeged. Jó, Papnak mindegyik büntetője. És sportszerűtlen hibát fújnak. Fekete Ádám mutatja, hogy a videóbírót kér erre. Jóos eset hatalmasat, de hogyha még falt is volt, azért nem ekkora. Lülof szerint ki kellene állítani kaposvári játékost. Nem kérhet videóbírót Fekete Ádám. Úgy látszik személyhibára nem lehet, megmondom őszintén nem vagyok tisztában ezzel, de hogy elnézem a játékvezetők sem teljesen, mert most Forrai Sámuel magyarázza el a játékvezetőknek, hogy mit lehet csinálni. Minden esetre ha most sportszerűtlen hiba már pedig hát nyilván nem fogják megváltoztatni ismerve a játékvezetést. Na de mégis lehet, azért ez a játékvezetőkre nem vett jó fényt, hogy ha a Fekete Ádám nem reklamálja ki, hogy legyen videóbíró, akkor maguktól elutasították volna. Most Török Róbert játékvezető nézi vissza. Ugye, ha minden igaz, Papp Péterre fújtak sportszerűtlen hibát, hát televízió nézők nyilván jobban láttatták már, hogy mi történt. Én itt élőben csak azt láttam, hogy Juhas egy hatalmasat esik. Ezt azért annyit hozzátennék, hogy talán az indokoltnál nagyobbat, mert a maga 208 centiével ekkorát tudott rajta dobni Papp Péter, akkor azért ráfér egy kis súlyzó edzés még. Most nézték vissza a két játékvezető. Én
és nem fújtak sportszerűtlen hibát. Nem derült ki itt most a mozdulatokból, hogy mi van, őszintén szólva, de azt fújták, semmit nem változtattak az ítéleten. Úgyhogy akkor valószínűleg biztos, hogy így is volt. Már pedig így Jugos dobhat majd kettő büntetőt, és még jöhet is oldalról a Szeged ezzel. Azt hiszem végképp lezárva a meccset. Bár ezt már elmondtam körülbelül másfél perccel ezelőtt is, legalábbis a tiszta játékidőt nézve Jugosnak lemarad a második büntető. Lilov, személyébe Baki ütötte be, Lilov dobhat kettő büntetőt. Hát egyébként nagyjából 7 másodperc telt el rendes játékidőben az elmúlt jó néhány percben. Maradnának ki büntetők, de hát na, úgy tűnik, hogy maradnak is. De még lehet, hogy az is bőven elég lesz a vendégeknek, hogyha csak egy büntetőt dobnak be minden alkalommal. Lilov kiadja mindegyiket, Papp. 9 pont közte Papp. Fodor az falttal együtt nyakon verték. 78-85. Jó, hát persze én elfogult vagyok, Boltics. Ez pedig egy személyébe a Papp második faltja. Kettőt dobhat Lilov. Megint csak 8 másodperc telt el az előbbi két kiadott büntető, kaposvári pont és a mostani falt alatt. Hát jó vontatott itt a vége. De hát esetleg megfordítjuk, akkor nem bánjuk persze. Kérdés, Lilov most mennyire összpontosít az előbbi két kiadott büntető után? Hát ezt is kiadja Lilov. Na, felcsillant a remény. Persze, hát így is 7 pont közte. Lilov ezt is kihagyja. Hihetetlen. Papp. Kuk. Sarokból a tripla. Nem jó. Papp leszedi. Fodor. Emberről a tripla. Bent a tripla. 81-85 és 42 másodperc. Azt a mindenit. Fú, ezt megfordítanánk. Nikola Lazic kér időt. Hát itt két dolgot mondtam el az elmúlt néhány percben, hogy ez a meccs már eldőlt, meg hogy Lilov nagyon jó büntetőző. Lilov most 4-ből 4-et kihagyott. És most jöhet az 5. és a 6. büntetője itt egymás után. 4 pont a különbség, sajnos Baki kipontozódott. 5. személyhibája volt. Visszaérkezik helyére. Ugye Papp, Visszé és Fodor személyében 3 kis ember a pályán. De ez érthető ilyenkor, és Lilov ezt is kihagyja. Ezt most bedobja Lilov, 6-ból 1 itt a végén, 81-86, 40 másodperc. Megint gyors kosár kell, Visszé, bedobja, 83-86. Ismét faltolni kellene. Ott a falt, Fodor. Csiris dobhat 2-t. Sajnos Fodornak az 5. pedig ő veszélyes volt távolról. Már pedig ugye most már az nagyon kell. De hát valakinek itt faltolni kellett természetesen. Duren érkezik a helyére. Csiris dobhat 2-t. Ő viszont nagyon jól dobta a büntetőket. Nem ment be. És ez végül bemegy. 83-87.
4 pont, 34 másodperc, Visszé. Visszé eladja a labdát. Ott volt a könnyű Zitzer, hármast akar dobni, dobatni, csak nagyon rossz volt a labda. 29 másodperc, tehát most Lilov ellen faltól Visszé. Hát ott lehetett volna a könnyű Zitzer, hát persze okosak vagyunk utólag, de hát eddig is inkább a duplákra játszottunk. Lilov pedig két büntetőt dob, hát most is elront egyet megint. Még mindig megvan az esély. Hát Lilov 7-ből egy büntetőt dobott a végén. Ezt bedobja, 83-88, 5 pont, 27 másodperc. Visszé, megint rosszul, passz, el kell dobni Kupnak a sarokból a triplát, bedobja! 86-88, de Lilov megindul, és ezzel eldől a meccs, bezsákolja. 86-90, erre ugye szándékosan rájátszott a szegedi együttes, hogy legyen egy induló ember, Csirics faltól most fölöslegesen. Én mondjuk ötször kijelentettem már, hogy eldőlt a meccs ezzel, de azóta itt ülünk fél órája. Visszé dobhat kettő büntetőt. Hát most már lehet, hogy még korai, vagy nem is tudom, de lehet, hogy arra kellene játszani, hogy kiadja a második büntetőt, és mondom én, hogy a másodikat hagyja ki. Visszé sajnos nagyon formán kívül játszott a második félidőben. És így már ez nem annyira jó üzlet, ugye megy közben a második. 3 pont. Nyilván megint gyorsan faltolni kell, Lilov. Hú, ezt most... talán megköszönhetjük, mert már úgy tűnt, hogy elpasszolta a labdát Lilov. Valakinek szintén az ötödik személyhibája. Visszének, Visszé, Fodor, Baki pontozódott ki. Pog Gergő jön a pályára, hiszen... nem maradt mezőny ember tulajdonképpen. ...14,3 másodperc, hogyha csak egyet is bedob Lilov, akkor az megint már egy dobáson kívül van a különbség. Most már azért bedobja Lilov. Nincs már időkérés, hogy a Fekete Ádámnak mindegyiket bedobja. 5 pont. Duren 10 másodperc. Duren majdnem elhagyja a labdát, beleáll lépéssel, aztán faltolják, vagy betakarják, bocsánat. Wirth pedig összeszedi a labdát. Duren kilökte két kézzel, az nem volt szép, de gyorsan faltol Duren. Azért ilyen szituációkban, amikor fölrohan valaki a labdával, azért megnézhetnénk, hogy ki az, aki üresen áll, mikor három ember is ott tornyosul előtte, de hát most már mindegy. A Szeged azt gondolom, hogy a második fél idei játékával megérdemelten nyeri meg a meccset. És a végén hiába rontottak rengeteg büntető, 11 pontról vissza is tudtunk jönni, de nem annyira, hogy sikerüljön megfordítani az összecsapást. 87-94, 4 másodperc még, Papp Péter hozza fel a labdát, eldobja még ezt is, be is dobja. 89-94, megnyeri tehát a Szeged a mérkőzést 5 ponttal, ezzel a szegediek megszerzik a 7. győzelmüket, a miénk pedig 8-5-ös mérleggel zárják az alapszakasz első felét. Azt hiszem, hogy összességében az alapszakaszban a miénk így is erőn felül teljesítettek, hiába ez a mostani vereség, amely fájó természetesen, de gratulálunk kell a szegedi együttesnek. Még egyszer mondom, azt hiszem a második fél idő után megérdemelten nyerték meg az összecsapást. Még egyszer, tehát a végeredmény, Kaposvári KK, Naturtex, STA, Szedeák 89-94. Én ezzel Fülöp Zsolt operatőr kollégám nevében is megköszönöm a figyelmüket.
Mihályfalvi Pétert hallották, viszont hallásra, viszont látásra.